Donald Trump győzött az előválasztáson New Hampshire-ben, szinte biztos, hogy újra ő lesz a republikánus elnök jelölt. Trump egyetlen ellenfele, Nikki Haley egyelőre nem lépett vissza, újabb előválasztások jönnek a következő hetekben. Szabadon engedték a bebörtönzött jobboldali ellenzékieket Lengyelországban, elnöki kegyelmet kaptak. Feljelentés sikkasztás miatt dagad a Lánchíd botrány Budapesten, továbbra sem tudni, miért drágították Karácsony Gergelyék a beruházást. Ez a híradó délben az M1-en és a Dunán, Lantos Csaba vagyok, jó napot kívánok! Donald Trump győzött a republikánus előválasztáson New Hampshire államban. A volt elnök a szavazatok mintegy 55%-át, még párton belüli kihívója, Nikki Haley, korábbi dél-karolinai kormányzó 43%-ot ért el. Vagyis az államban élő választók jelentős többsége azt szeretné, hogy a novemberi elnökválasztáson ismét Donald Trump legyen a republikánus elnök jelölt. Mintegy 300 ezer, többségében republikánus regisztrált szavazó nyilvánított véleményt, ami az állam történetében rekordnak számít. Itt van velünk a stúdióban az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője, Koskovics Zoltán. Hát nekem a nagy részvételi adatok azt mutatják, és azt mondják, hogy a választók megértették, hogy nagy a tétje a választásnak, de pontosan mi ez a tét? Jó napot kívánok, üdvözlöm a tisztelt nézőket is. Valóban nem csak az Egyesült Államok számára, de az egész világ számára egy hihetetlenül fontos 2024-es választási év előtt állunk, ugyanis bizonyosan tapasztalhatták már önök is, hogy a világunk tulajdonképpen recseg, ropog. Amióta Joe Biden az Egyesült Államok elnöke, az elmúlt 3 évben több háború is kitört. Mindannyian pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy mennyire pusztító az ukrajnai háború. Azt is tudjuk, hogy a gázai övezetben zajló háború is hihetetlen borzalmakat hozott magával, illetve az elmúlt heteknek a fejleménye az, hogy Joe Biden parancsára az Amerikai Egyesült Államok elkezdte bombázni Jement. Tehát a tét valóban óriási. Az forog kockán, hogy visszatérhet-e a józan ész a kormányrúdhoz a nyugati világ legerősebb országában, és visszatérhet-e az az elnök, Donald Trump, akinek előző 4 éves időszakában a legújabb kori amerikai történelmen példátlan módon ő egyetlen egy új háborút sem indított. Kollégáim, készítettek egy összeállítást arról, hogyan zajlott az előválasztás New Hampshire-ben, illetve láthatjuk majd azt is, hogy hogyan nyilatkozott Donald Trump, illetve Nikki Haley az eredményhirdetés után. A téli hideg ellenére hosszú sorban várakoztak az amerikai Londonderry lakói a helyi középiskola előtt, hogy leadhassák szavazataikat az előválasztáson. A republikánus párt New Hampshire-i támogatói most dönthettek arról, hogy kit jelölnek a következő amerikai elnökválasztásra. Bár úgy tűnt, Donald Trumpnak nem kedvez, hogy a keleti parti államban több a liberális szavazó, az előválasztáson pedig nem csak a regisztrált republikánusok, de a függetlenek is szavazhatnak. Mégis elsöprő győzelmet aratott. Már 3 alkalommal nyertünk New Hampshire-ben, 3-szor, és minden alkalommal győzelmet arattunk. Megnyerjük az előválasztást, megnyerjük az elnökválasztást, már meg is nyertük. Ez egy nagyon különleges hely számomra, egy nagyon fontos hely, fogalmazott Donald Trump a voksolás után, majd köszönetet mondott támogatóinak. Beszédében politikai tervei közül kiemelte az Egyesült Államok határőrizetének szigorítását, amiben szerinte a jelenlegi demokrata kormányzat teljes kudarcot vallott, valamint Joe Bident ismét hivatalára alkalmatlannak nevezte. A volt amerikai elnök a szavazatok több mint felét szerezte meg New Hampshire-ben, csak úgy, mint 1 héttel korábban Iowa-ban. A republikánus párti előválasztások történetében ilyen kettős győzelmet korábban csak hivatalban lévő elnök aratott, ellenzékből induló jelölt soha. Az M1 tudósítója is arról beszélt, hogy ha itt nem szorongatják meg Donald Trumpot, akkor később ez még kevésbé valószínű. Nikki Haley viszonylag magas támogatottsággal rendelkezett, és ezért mondták azt, hogy ha Donald Trump ebben az államban szintén megnyeri az előválasztást, akkor semmi nem állíthatja meg attól, és semmi nem foszthatja meg attól, hogy ő legyen a republikánus párt elnökjelöltje a november 5-i választáson, elnökválasztáson. Még Donald Trump fő kihívója, Nikki Haley is megérdemeltnek nevezte ellenfele győzelmét. Az Egyesült Államok korábbi ENSZ nagykövete és Dél-Karolina volt kormányzója 10%-kal kevesebb szavazatot szerzett riválisánál, azonban azt ígérte, nem adja fel a harcot.
Azt mondják, hogy ez a verseny véget ért, de nem. New Hampshire az egyik első állomás az országban, nem az utolsó. Ez a megmérettetés még messze nem ért véget, még több tucatnyi állam van hátra, és hamarosan az én kedves államom Dél-Karolina következik, mondta Nikki Haley. Ő az utolsó Donald Trump esélyes kihívói közül, ugyanis a korábbi elnökjelölt aspiránsok sorra léptek vissza. I am today suspending my campaign. Ron DeSantis floridai kormányzó a hétvégén jelentette be, hogy felfüggeszti kampányát, és a korábbi amerikai elnököt támogatja. Vivek Ramaswamy pedig már az iowai forduló előtt kiszállt a versenyből, New Hampshire-ben személyesen is kiállt Donald Trump mellett, és együtt ünnepeltek a győztes jelölt hivatalos eredményváróján. Ez történt tehát New Hampshire-ben. Azok, akik figyelemmel kísérik az amerikai elnökválasztást, azok gyakran hallják azt a kifejezést, hogy fontos állam. Vannak fontos államok. New Hampshire is egy fontos állam. Mit jelent ez? Miért különleges állam New Hampshire? New Hampshire valóban minden egyes ciklusban az előválasztások egyik kiemelten fontos állama. Nem utolsó sorban azért, mert ez az a második állam, ahol megmérettetik magukat az egyes pártok elnökjelöltjei. Ez kiemelten fontossá teszi önmagában, és egyébként minden államra, amely a SuperCAD, az úgynevezett SuperCAD előtt, ahol előtt, azelőtt voksolnak, oda mindig kiemelt figyelem összpontosul. Általában fontos tehát New Hampshire, de idén kiemelten fontos volt, nem utolsó sorban azért, mert Donald Trump egyik legismertebb riválisa, a floridai kormányzó Ron DeSantis visszalépett, és a támogatásáról biztosította Donald Trumpot, a volt elnököt. Így mindössze ketten maradtak a versenyben, Nikki Haley és Donald Trump. Ráadásul a harmadik szempont, ami miatt nagyon fontos volt New Hampshire, azért, mert kiemelten fontosnak kezelte Nikki Haley kampánya. Hetekig, hónapokig nem is foglalkozott tulajdonképpen mással a jelölt asszony, mint azzal, hogy megnyerje a New Hampshire-i választásokat. Ehhez képest az eredmények egyáltalán nem őt igazolták, ahol kötelező győzelmet kellett volna aratni a Nikki Haley-nek, ott azt látjuk, hogy egy körülbelül 12%-kal Donald Trump végzett az első helyen, ami azt jelenti, hogy kimondottan megerősítette a vezető pozícióját. Másodszor, mivel ez volt az egyetlen olyan állam, ahol igazán eséllyel számolhatott Nikki Haley, ilyen körülmények között én azt hiszem, hogy gyakorlatilag, ha jogilag nem is, most már kijelenthetjük azt, hogy Donald Trump fogja nyerni a republikánus párt előválasztásait, demokratikus módszerekkel nem fogják tudni megállítani. Kollégánk Nárai Balázs a New Hampshire-i Manchesterben forgatott és tudósított. Nézzük, ő hogyan látt az előválasztást belülről. Donald Trump köszönetet mondott a támogatóinak, és azt ígérte, hogy az elnökválasztási kampányt folytatja természetesen, és programjából kiemelte a migrációt. Nikki Haley elismerte vereségét, és azt mondta ugyanakkor, hogy ő folytatja a harcot. A következő állam, ahol megmérkőznek, majd Dél-Karolina állam lesz, ahol Nikki Haley korábbi kormányzóként indul majd versenybe. Ugyanakkor Donald Trumpot támogatja a helyi kormányzó, és két republikánus szenátor is. A verseny tehát kettőjük között február végén folytatódik, de a legközelebbi előválasztás Nevada államban lesz, ahol Donald Trump gyakorlatilag a republikánusok között egyedül indulóként van, tehát azt már megnyerte. Eddig tehát két előválasztáson vagyunk túl, összegezzünk, illetve mi várható a következő hetekben? Igen, valóban az első előválasztást Iowában tartották hagyományosan, és itt egy rekord győzelmet aratott Donald Trump. Tehát olyan választásokon, előválasztásokon Iowában, ahol valódi tétje volt a megmérettetésnek, még soha senki nem szerzett sem olyan százalékarányú győzelmet, sem olyan abszolút számú szavazatot, mint Donald Trump. Több szavazatot szerzett, mint az összes vetétársa együttvéve. Láthatjuk, hogy DeSantis még itt versenyben volt, és egyébként fontos dolog az, hogy DeSantis le tudta győzni Nikki Haley-t. Ez mutatja azt, hogy Nikki Haley-nek igazándiból az ereje New Hampshire-ban összpontosult, legalábbis ezt mutatja. Iowából átmentünk New Hampshire-ba, amiről már most beszéltünk. New Hampshire után pedig Nevada fog következni,
ahol egy egészen furcsa helyzet alakult ki, elsősorban a helyi demokrata kormányzás különböző csűrés-csavarása miatt két megmérettetés is lesz, azonban csak az egyik republikánus megmérettetés fog küldötteket biztosítani az elnökjelölő kongresszusra. És Nikki Haley rossz versenybe szavazott be, így ő bizonyosan nem kap küldöttet, Donald Trump a jó versenybe nevezett be, és most már egyedül maradt, tehát bizonyos, hogy Nevada összes küldöttjét Donald Trump fogja megkapni. Ezután Nevada után következik Dél-Karolina, egy kiemelten fontos állam megint csak, és általában igaz ez, de most különösen, mivel ez Nikki Haley állama. Nikki Haley itt volt kormányzó, és sikeres kormányzó volt, de ennek ellenére láthatjuk, hogy hihetetlen előnnyel vezet Donald Trump a legfrissebb közvéleménykutatási adatok szerint. Bármennyire is bízik Nikki Haley abban, hogy ez az eredmény megfordítható, én úgy gondolom, hogy ez teljességgel lehetetlen. És hogyha tovább megyünk egy lépéssel, és megnézzük, hogy milyen az összkép az Egyesült Államok egészét tekintve, akkor már világos lesz, hogy miért beszélhetünk már most New Hampshire után arról, hogy tulajdonképpen ez az előválasztási küzdelem, ez eldőlt Donald Trump javára. Ezt az több mint 50 pontos előnyt, ezt egész egyszerűen Nikki Haley nem fogja tudni megfordítani, még akkor sem, hogyha való igaz, hogy ő a washingtoni elit jelöltje a republikánus oldalon, de ez inkább hátrányára szolgál, mint előnyére. Most egy kicsit kanyarodjunk vissza a tegnapi New Hampshire-i eseményekhez. Az M1 riportere forgatotta az egyik szavazóhelyiségben, amit egy tornateremben rendeztek be. Donald Trump támogatói szerint nem is kérdés, hogy a volt elnök indulhat majd az elnökségért novemberben. I want my man back in office. Azért voksolt Donald Trumpra, mert azt akarja, hogy újra, ahogy fogalmazott, az ő embere legyen az elnök. Erről beszélt egy szavazó a New Hampshire államban található Hamptonban a republikánus előválasztáson. Szerintem ő egy csodálatos ember, erős elnök volt, bátor. Nem egy tipikus politikus, képes megoldani a problémákat, mondta a helyi voksoló. Az idei előválasztás kimagasló részvétel mellett zajlott. A választók kiemelt érdeklődését jelzi, hogy a republikánus elnökjelöltek versenyében mintegy 300 ezer regisztrált szavazó nyilvánított véleményt, ami az állam történetében rekordnak számít. A legtöbben az északkeleti államban is a volt amerikai elnök mellett tették le a voksukat. I love him. Szeretem őt, 2016-ban és 2020-ban is rászavaztam, tetszik, ahogy politizál. Szeretem, hogy biztonságot teremt, hogy megóvja a bankszámlámon lévő pénzemet, és szereti a hazánkat, ahogyan én is, mondta egy szavazó. Ez pedig már az állam negyedik legnépesebb városa Derry, ahol este 8 órakor zárultak a szavazóhelyiségek. Donald Trumpra szavaztam, egyszerűen azért, mert az ország korábban jobb hely volt, mint most, mondta egy helyi férfi. A New Hampshire-i Manchesterben is sokan adták le szavazataikat. Az M1 riportere még a voksolás közben tudósított a helyszínről. Két személy közül lehet már, most már csak választani itt New Hampshire államban Nikki Haley és Donald Trump között, és vélhetően közöttük dől majd el az, hogy ki lesz az Egyesült Államok republikánus elnökjelöltje a novemberi elnökválasztáson. A várakozások szerint ez a személy Donald Trump lehet, és hogyha itt New Hampshire államban győzni tud, az előrejelzések ezt mutatják, akkor már szinte biztosra vehető, hogy ő lesz az elnökjelölt republikánus részről. Az M1 stábjának nyilatkozó amerikai konzervatív rádiós műsorvezető úgy fogalmazott, a mostani szavazása a globalizmus elleni harc egyik legfontosabb állomása lesz. Ez lesz az az este, amire a globalisták, a nyitott határok támogatói, a Wall Street emberei örökké emlékezni fognak. Ez lesz az az este, amikor Donald Trump és a dolgozó emberek mozgalma végre megtöri a pénzügyi érdekeket képviselők befolyását. Mondta John Fredericks, aki hozzátette, a hétköznapi amerikai emberek végre vissza akarják kapni a szabadságukat. A műsorvezető szerint Donald Trump lesz a republikánusok elnökjelöltje, akármennyi pénzt is költenek a demokraták arra, hogy mindezt megakadályozzák. Úgy tűnik, hogy Donald Trump menetelését demokratikus módszerekkel alig ha lehet megállítani. Erről szól egyébként az Alapjogokért Központ elemzése is. Mivel próbálkozhatnak ennek ellenére az ellenfelei, lehetnek-e köztük akár nem demokratikus eszközök?
Sajnos az a helyzet, hogy arról kell beszélnünk a modernkori demokrácia bölcsőjében, hogy valóban látva azt, hogy Donald Trump jelölését nem lehet demokratikus eszközökkel meggátolni, a demokraták, illetve a megkövesedett bürokrácia nem demokratikus eszközökhez nyúlt. Ezek közül kiemelkedik az, hogy Colorado államban, illetve Maine államban, az előbbiben a demokrata többségű legfelsőbb bíróság, az utóbbiban egy demokrata választási hivatalnok nemes egyszerűséggel levette Donald Trump nevét a választó cédulákról. Egy olyan alkotmánykiegészítésre hivatkozva egyébként, amelyiket még a 19. századi amerikai polgárháború kapcsán hoztak. Tehát teljesen visszájára fordítják magának a módosításnak a szellemét is. Ebben a kérdésben majd a legfelsőbb bíróságnak kell végső döntést hoznia, minden valószínűség szerint februárban, a várakozások szerint vissza fogják állítani Donald Trump indulási jogát. És akkor beszéljünk egy kicsit a jelenlegi amerikai elnökről, Joe Bidenről. Sokak szerint nem alkalmas betölteni az elnöki tisztséget egészségügyi állapota miatt. Ez az igazság, hogy szemmel látható az, hogy Joe Biden fizikai és mentális állapota az hétről hétre romlik. Ezzel kapcsolatban mindenképpen meg kell jegyezni azt, hogy egy választási kampány az hihetetlen igénybevétellel jár. Itt szó van arról, hogy egész egyszerűen fizikailag bírni kell a tempót, és szó van arról is, hogy folyamatosan, mentálisan élesnek kell maradnia. Őszintén szólva nagyon komoly kétségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy a Joe Biden jelenlegi egészségügyi állapotában egyáltalán végig tudna-e csinálni egy kampányt. De hogyha egy pillanatra el is tekintünk arról, hogy az egészsége meggyengült a jelenlegi elnöknek, akkor meg kell jegyezni azt is, hogy személye körül is vannak korrupciós botrányok, illetve fia és családtagjai között pedig olyan botrány cunami alakult ki az elmúlt hónapokban, években, amelyek szintén akár leküzdhetetlen akadályt is támaszthatnak az ő kampánya elé. Ugyan már beszéltünk róla, de akkor nézzük meg még egyszer, hogy hogyan alakul és mi várható a következő hetekben az amerikai előválasztások kapcsán. Tehát el kell mondanunk azt, hogy a tét... tartják. Akkor egy szövetségi államban, Nevadában, valamint az Egyesült Államok egy tengeren túli területén, a Virgin-szigeteken élők szavazhatnak. A nyár közepére kiírt országos elnökjelölő gyűlés kimenetelét ezek a szavazások azonban kevéssé befolyásolják. Sokkal nagyobb lesz a tétje az egy hónap múlva esedékes Dél-Karolina állambeli előválasztásnak. Sokak szerint már ekkor hivatalossá válhat, hogy a republikánus párt kit indít elnökjelöltként a novemberi választáson. Nikki Haley volt ENSZ nagykövet, korábbi dél-karolinai kormányzó abban reménykedik, hogy hazai terepen végre felülkerekedhet Trumpon. A felmérések ennek az ellenkezőjét mutatják. Az államban végzett közvéleménykutatások szerint Dél-Karolinából is Trump távozhat majd győztesként. Nagy az ellenállás a republikánus párt szavazói bázisán belül Nikki Haley jelölésével kapcsolatban, még a New Hampshire-nél is nagyobb ellenállásba ütközhet majd a hazai pályának gondolt Dél-Karolinában, ami elég ironikus. Figyelmeztette a Dél-Karolinai Egyetem politológusa, aki szerint a keddi előválasztás volt Nikki Haley számára az utolsó lehetőség, hogy a korábbi elnökkel szemben esélyes jelöltként tüntethesse fel magát. Már most New Hampshire után is minden jel arra val, hogy Donald Trump lesz a republikánus párt következő elnökjelöltje, nyilatkozta az M1-nek a New Hampshire Egyetem közvéleménykutató központjának igazgatója. Azt hiszem, bátran kijelenthetjük, hogy ez a verseny már azelőtt eldőlt, hogy valójában elkezdődött volna. Úgy vélem, Donald Trump utolsó, még állva maradt párton belüli ellenfele, Nikki Haley is heteken belül bejelenti, hogy visszalép a jelölésért folytatott versenyből. Egyszerűen nem lesz más lehetősége. A következő államokban sem tud olyan jól szerepelni, hogy kiüsse Trumpot a nyerekből. Ezért várhatóan a pénzügyi támogatói is ki fognak állni mögüle, hangsúlyozta a politológus, aki szerint a 2024-es kampány még tovább mélyítheti az amerikai társadalom megosztottságát és a két nagy párt támogatóinak egymással szembeni bizalmatlanságát.
Az illegális bevándorlás, az Egyesült Államok déli határánál kialakult helyzet megoldása, valamint az infláció, a megélhetési költségek emelkedése lesznek a kampány fő témái a következő időszakban, a politikai paletta mindkét oldalán, a politikai elemzők szerint. Akik többségében úgy vélik, mindkét párt arra fog törekedni, hogy a következő elnökválasztást az amerikai demokrácia sorsát eldöntő szavazásként állítsa be. Fordulat várható az európai parlamenti választásokon is, ezt mutatja egy frissen közzétett felmérés. A Külkapcsolatok Európai Tanácsa nevű elemző központ a többiekhez hasonlóan a jobboldal jelentős erősödését várja júniusban. Vagyis, ha Donald Trump győz az Egyesült Államokban, akkor több nagy kérdésben is jelentős fordulat várható. Most kapcsolunk Baracka Eszterhez Brüsszelbe, a közmédia központba. Hát mit mutatnak a számok, és ez milyen hatással lehet az uniós politikára? Jó napot kívánok! Hogyha Trump győz, akkor az mindenképpen hatással lesz az európai politikára. Ezt erősítheti fel az a várható jobboldali erősödés, amit az elemzők jósolnak, és amit a mostani felmérések is mutatnak. Mindössze három frakció számíthat e szerint a mostaninál több mandátumra, két jobboldali párt és a szélső bal. A szélső bal egyébként ezt annak köszönheti, hogy az olasz ötcsillagos képviselők a jelenlegi helyzet szerint oda fognak majd beülni, most függetlenek. A felmérés egyébként azzal számol, hogy az ugyancsak független Fidesz a konzervatív frakciót fogja majd választani, és hogyha ez így lesz, akkor a konzervatívok nagyon megerősödnek, megelőznék a másik jobboldali frakciót, az Identitás és Demokráciát és a liberálisokat is, és befuthatnának a harmadik legerősebb erőként az Európai Parlamentbe. A másik oldalon jelentős veszteségek várhatók a zöldeknél, ők 10 képviselői hellyel kevesebbet kaphatnak a felmérések szerint, és a liberálisoknál, ahol a veszteség 15 képviselői hely. Ez a felmérés egyébként jóval mérsékeltebb veszteségekkel számol, mint más kutatók, ahol 24-25 képviselői hellyel is kevesebbet jósolnak ezeknek a pártoknak. Az első és második helyen jelen pillanatban nincs változás, az első helyre valószínűleg a Néppárt, a másodikra a szocialisták fognak beérkezni. Mindebből az következik, hogy jelentősen meg fog nőni az Európai Parlamentben a másfajta Európát akarók, az Európával szemben kritikusok száma, de még így is megmaradna az úgynevezett EU-párti többség, amihez viszont arra lenne szükség, hogy a jobb-közép-európai néppárt a baloldallal és a liberálisokkal szavazzon majd együtt. Erre nem vehetünk most mérget, ezt mutatja az elmúlt év is, amikor a néppárt nem egy esetben eltérő álláspontot foglalt el a baloldallal szemben, és egy kiszivárgott választás előtti kiáltvány is a néppárt köreiből erre utal. A felmérés készítői szerint a következő európai parlament is támogatja majd azt, hogy Ukrajnának segítséget nyújtson az Európai Unió, és meg fogja szavazni a pénzügyi és katonai támogatást, de várhatóan másképp, sokkal kevésbé kritikusan viszonyul majd Oroszországhoz, és várhatóan módosulni fog, át fog alakulni az EU-USA kapcsolat is, különösen akkor ugye, hogyha Donald Trump nyer a választáson. Biztosra vehető az elmozdulás a zöld politikákban, ahol a klímavédelem mellett sokkal inkább figyelmet fordítanak majd a gazdasági és társadalmi szempontokra, és a migrációban, ahol a befogadásról a határvédelemre és a visszaküldésre kerül majd a hangsúly. Baracka Eszter jelentkezett Brüsszelből, a közmédia központból köszönjük. Hát mit gondol az elhangzottakról, milyen hatása lehet egy amerikai-európai viszonyra a jobboldal előretörése, illetve az, hogyha Donald Trump nyeri az elnökválasztást? Azzal kezdtük a műsort, hogy 2024 egy páratlanul fontos választási év lesz, és valóban az amerikai előválasztások azok hatással lesznek majd az európai parlamenti választásokra, és az európai parlamenti választásokon is esetleg egy konzervatív siker az egy impulzust adhat. Ha ránézünk a világ térképre, hogyha megnézzük azokat a konfliktusokat, amik az elmúlt időszakban kitörtek, akkor alig, hanem egyértelmű, hogy az Egyesült Államoknak, Európának és az egész világnak is arra van szüksége, hogy a konzervatív oldal visszatérjen a kormányrúdhoz az Atlanti-óceán ezen az oldalán is, és az Atlanti-óceánon túl is. Divatos kifejezésen, illetve Donald Trump egyik hívő szavával élve, le kell csapolni a mocsarat Brüsszelben is, és Washingtonban. Ugyanis
a jelenlegi liberális, globalista, baloldali vonal az nem folytatható anélkül, hogy Amerika és Európa a katasztrófa szélére ne sodródna. Koskovics Zoltánnak, az Alapjogokért Központ geopolitikai szakértőjének köszönjük. Köszönöm szépen. Szabadon engedték azt a két lengyel jobboldali ellenzéki politikust, akiket január elején az elnöki palotából hurcoltak börtönbe. A volt belügyminisztert és helyettesét sokak szerint jogtalanul tartották fogva, tömegtüntetést is tartottak miattuk. Most azért szabadulhattak, mert a lengyel elnök kegyelmet adott nekik. Donald Tusk baloldali kormányfő bűnözőnek nevezte a most szabadon engedett politikai ellenfeleit. A bebörtönzött lengyel politikusok feleségeivel állt ki Andrzej Duda lengyel elnök az újságírók elé kedd este. Az államfő másodszor adott kegyelmet Mariusz Kamiński volt belügyminiszternek és helyettesének Maciej Vasiknak. Andrzej Duda arról beszélt, hogy a főügyész és a Tusk kormány igazságügyi minisztere Adam Bodnár jogellenesen tartatta fogva a két politikust. Ubolevam nad tym. Szóbeli és írásbeli fellebbezéseim ellenére a főügyész nem alkalmazta a büntetés végrehajtásának felfüggesztésére vonatkozó jogi normákat, az igazságügyi miniszternek pedig biztosítania kellene a társadalmi békét, nem beszélve arról, hogy humanitárius okokból is el kellett volna engednie a két politikust a kegyelmi eljárás végéig. Azonnali hatályú intézkedést indítványozok, jelentette ki Andrzej Duda. A két politikus nem sokkal az elnök bejelentése után kedd éjszaka újságírók és a szabadon engedésükért tüntetők gyűrűjében hagyta el a börtönt. Ezen a közösségi médiában terjedő felvételen látszik, hogy Mariusz Kamiński volt belügyminiszter is mosolyogva a saját lábán távozott. Annak ellenére, hogy egy nappal korábban még mentőautó vitte a fogdából kórházba a volt piszes politikust. Az egykori belügyminiszter azóta folytatott éhségsztrájkot, hogy január 9-én a varsói elnöki palotában őrizetbe vették, és helyettesével együtt két év letöltendő szabadságvesztésre ítélték az általuk 2007-ben a korrupció ellenes harcban elkövetett túlkapás címén. Az ügy azért keltett nagy felháborodást Lengyelországban, mert Andrzej Duda elnök már 2015-ben kegyelemben részesítette a politikusokat. A Donald Tusk vezette baloldali kormány azonban ezt figyelmen kívül hagyta, a lengyel parlament elnöke pedig január elején megvonta a képviselők mandátumát. Andrzej Duda egy hete hiába fordult Vera Jurovához, az unió átláthatóságért és értékekért felelős biztosához az ügyben, azt hangoztatva, hogy az Európai Bizottság nem tesz semmit a jelenlegi lengyel kormány kirívó jogsértései ellen. A Magyarországot is rendszeresen támadó Vera Jurova a lengyel köztelevízió megszállásának körülményeiről alkotott véleményéhez hasonlóan most is egyedi esetnek nevezte a képviselők bebörtönzését, amire, mint mondta, a bizottság nem reagál. Lengyelország visszatérése a demokráciához az új kormány előtt álló kihívások. Az Európai Unió mindeközben ilyen címmel finanszíroz tanulmányokat egy úgynevezett új tekintélyelvű rendszerek Európában és a liberális demokrata válasz nevű projekt keretében. A Mandiner cikke szerint, miközben az Európai Bizottság visszatartja például a Magyarországnak járó forrásokat, a 2022-ben kezdődött és 2025-ig tartó projektet több mint 2,5 millió euróval, vagyis csaknem 1 milliárd forinttal támogatja Brüsszel. A lap úgy fogalmaz, a magyarországi demokráciát és a korábbi lengyel kormányt vizsgáló súlyosan egyoldalú és elfogult írások az uniós közpénzekből működtetett program honlapján olvashatók. A tanulmányok egyik kiemelt kezelője pedig éppen Soros György Egyeteme, a CEU, amely a projekt honlapja alapján 19 tagot delegál a kutatói csoportba. Elemzők hetek óta azt hangsúlyozzák, hogy Lengyelországban a Soros hálózat hatalomátvételi kísérlete után következett be politikai káosz. Először a köztelevíziót és a közrádiót szállták meg fekete kabátos emberek, akik eltávolították a hatalomnak nem tetsző vezetőket és újságírókat, de a Brüsszel-párti lengyel kormány nekiment az ügyészségnek és a jegybank vezetésének is. Korábban az Origo írt arról, hogy a tisztogatásban fontos szerep jut a jelenlegi igazságügyi tárcának, amelynek élén az az Adam Bodnár áll, aki évekig dolgozott a Helsinki Alapítvány az Emberi Jogokért nevű szervezetnek, amit bőkezűen finanszíroz a Soros György által alapított Nyílt Társadalom Alapítvány.
A Lánchíd botrány, Karácsony, Gyurcsány és a baloldal új hagyóügye, az Origo összefoglalója szerint. A portál arról írt, messze túlárazott beruházás, gyanús összefonódások és sikkasztás gyanú árnyékolja be Karácsony Gergely főpolgármesterségének egyik legsúlyosabb botrányát, a Lánchíd felújítását. Közben a Magyar Nemzet úgy értesült, egy magánszemély sikkasztás miatt tett feljelentést a Vígmorhoz vándorolt Lánchíd pénzekkel kapcsolatban. Karácsony Gergely a fotósoknak pózolva adta át tavaly nyáron a Lánchidat, amelynek felújítása 779 napig húzódott. A főpolgármester akkor arról beszélt, hogy a munkálatok és a közbeszerzés körül minden rendben volt. A korrupció gyanúja fel sem merülhet. Egy valódi versenyben választottuk ki a kivitelezőt, aki magas színvonalon teljesített. Karácsony Gergely arról azonban nem beszélt, hogy a Lánchíd felújítása az eredeti tervekhez képest több milliárd forinttal többe került, és másfél év csúszással készült el. Tarlós István idején 2019-ben ugyanis már kiírtak egy közbeszerzést a híd felújítására. A végül nyertes a Híd ZRT akkor 21,8 milliárd forintért vállalta a Lánchíd felújítását. Karácsony Gergelyék azonban egy új közbeszerzést írtak ki, aminél a cég már több mint 5 milliárd forinttal drágábban vállalta a munkát, alacsonyabb műszaki tartalommal. Sőt, a baloldali városvezetés a drágulás mellett a 60-szorosára 4,2 milliárd forintra emelte a cégnek járó előleg is, miközben a ködbért megfelezték. Nemrég robbant a botrány, hogy a NAV tavaly novemberben házkutatást tartott a Lánchíd felújítását végző Ahíd ZRT-nél. Sajtóhírek szerint az adóhatóság Vígmor több százmillió forintos adócsalási ügyében járt el és foglalt leíratokat. Az ATV.hu információi szerint az Ahíd ZRT 1,4 milliárd forintot utalhatott a Praxisától eltiltott jogász egyik cégének. Ezt követően ebből az összegből tovább utaltak 900 millió forintot Vígmor magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára. A portál értesülései szerint a továbbutalások jellemzően azokon a napokon történtek, amikor az Ahíd ZRT-től a pénzek Vígmor cégéhez érkeztek. Az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben fel vették a számlákról. Nem tudom, hogy hány a Lánchíddal kapcsolatosan, ne haragudjon, úgyhogy nem tudok válaszolni a kérdésére. De azt tudja, hogy eltűnt másfél milliárd forint közpénz, és ez a fővárosi önkormányzat pénze lenne. Ez az ön állítás, ami egy teljesen valótlan állítás. Szerettük volna megtudni Karácsony Gergely álláspontját is az ügyről. A főpolgármester azonban Brüsszelben azt állította, semmit nem tud a Lánchíd felújítása körül kialakult botrányról. Az azért nagyon érdekes, hogy csökkentett műszaki tartalommal ugye 5 milliárd forinttal többbe került. A Lánchíd felújítása körül kialakult botrány ügyében azonnal vizsgálóbizottságot kell felállítani. Erről a Jobbik konzervatívok főpolgármester jelöltje beszélt néhány napja az ATV-ben. Brenner Koloman kedden pedig azt mondta, az elmúlt napokban megjelent hírek a korábbiaknál is aggasztóbbak, ezért levélben kérte a fővárosi közgyűlés tagjait a bizottság felállítására. Továbbra is fenntartom, hogy itt most ugye a legújabb hírek ezt alátámasztják, hiszen hogyha valóban itt történt egy 1,4 milliárdos átutalás, amelyet aztán a gyanú szerint itt akár készpénzben felvett az érintett, gyanúsított, az azért minden kedves néző belátja, hogy amikor ekkora összegek, milliárdos összegek készpénzben realizálódnak, ott nyilvánvalóan felvetődik a korrupció gyanúja. Messze túlárazott beruházások, gyanús összefonódások és sikkasztás gyanú. Így összegezte Karácsony Gergely főpolgármesterségének egyik legsúlyosabb botrányát a Magyar Nemzet. Alapinformációi szerint egy magánszemély, Tényi István, sikkasztás gyanúja miatt már feljelentést is tett az ügyben. A Magyar Nemzet hozzáteszi, a mostani botrány nagyban emlékeztet a Gyurcsány hagyókorszakra Budapest életéből, amikor több milliárd forintos visszaélések történtek a városban. Fegyveres hatalomátvételre készülő csoporttagjaival szemben intézkedtek a rendőrök. A Veszprém, Pest, Zala, Bács-Kiskun vármegyékben, illetve Budapesten végrehajtott akcióban mintegy 150 rendőr egyszerre 10 helyszínen tartott kutatásokat, és 11 emberrel szemben intézkedtek. A művelet tervezésekor nem volt kizárható, hogy a tagoknak fegyvere van, ezért a rajtaütések végrehajtására a Nemzeti Nyomozó Iroda a Terrorelhárítási Központ segítségét kérte. A nyomozók több helyszínen feltehetően éles maroklőfegyvert, lőszereket, gépkarabélyt is találtak, továbbá gáz- és riasztófegyvert, valamint gumilövedékes fegyvereket és légfegyvereket foglaltak le. Ez volt a híradó, maradjanak, mert kezdődik a Nemzeti Sporthíradó, Wittmann Emillel.